Sziasztok, skacok! Üdvözlök mindenkinek a Binding of Isaac-nél, és ma egy standard Isaac menetet fogok játszani. Amúgy hozzá megszereztem a dobókockát, ami csak annyit tud csinálni, hogyha nem tetszik az eszköz, amit találok, akkor csak szépen megyek, és mondjuk, nem tudom, ezzel még elgondolkodok, a 25 centest azt eltegyem, vagy inkább rerolloljam. Aliász újra pörgessem, szóval átváltoztassam, szerintem felveszem. Még sok hasznát tudom venni 25 perinek. Na. Közben azóta már sokkal, mondhatni, jobb vagyok a játékban, mert azóta már, mióta legutóbb felvettem nektek videókat, azóta már van vagy 25 anyukillem, szóval már jó sokszor eljutottam anyuhoz, sőt még ki is nyíltam. Na de, remélhetőleg most is meg tudom csinálni. Ki tudja. Na, nem is biztos, hogy fel kellett volna lenni azt a rohadt 25 kanist, mert nem tudom. Lehet, hogy ez így túl sok pénz lesz. Még nem megyek be a boltba. Nagyon inkább bemegyek a boltba, most 41 pennivel nehogy már nem menjek be a boltba. Ó, ez pont jól jön. 9 volt. A spacebaros itemek azok sokkal gyorsabban fognak újra töltődni. Nem is volt olyan rossz, hogy tett felvenni ezt a 25 penist. Rá rohadt pókok. Á, francba. Azt hittem nekem fog jönni. Na. Zsia, elhívt rollbomba. Na, ez pont itt. Áért nem ahhoz robbantottam fel. Na mindegy, akkor így. Plusz egy bombát kapok, akkor értem. És én azt mondom, hogy menjünk is a bosszunkhoz, aki Pin. Oké, belőle nagy baj nem lehet, de azért inkább nem szólom el a dolgot. Nagyon szerencsétlennek lenni ahhoz, hogy a Pin megfingasson, mert hát mondhatni a legkönnyebb boss az egész játékban. Hiszen csak össze-isza ugrándozik, neked meg csak lőnöd kell. Sőt, néha még magát is kinyírja. Mint mondjuk most, jól maga alá lőtte a bombáját. De ez nekünk csak jó, emberek, csak jó. Pin, mikor halsz meg végre, te vagy az egyik legunalmasabb boss. Aja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 j
Na zsír. Hát Isaac kell, én nem merem felvenni a pillákat, szóval inkább... Ah, Jesus Juice. Range and Tears, az is jó, végül is. Lehet, hogy inkább maradhattam volna a sok kis tablettánál. Lehet, hogy adnak valami jót, de félek, hogy az összes rossz lett volna. Hiszen... Ó, a francba. Rohadt... Herre legyek, vagy mik azok. Úgy néznek ki, mint a herék. Na, árkádba szerintem nem megyek be, mert Isaacnek nem rossz a szerencséje, de azért nem is olyan jó, mint Kane-nek, szóval nagyon ritkán történnek jó dolgok odabent. Max felrobbantani megyek be oda, de A-hoz meg nincsenek bombám, hogy elpazaroljam arra. Rohadt izék. Ezeket a húsokat is rühellem, de ők még a szolidabb ellenségek. Vannak nálunk sokkal rosszabbak is. Nem tudom, nem nehéz kikerülni a lövéseiket, de sokkal jobban fejlegesít, hogyha végig csak bekapsz egy kettő lövéstől. Na mi lesz meg? Na azért. Na mi ez a kártya, The Emperor? Ez egyből elvisz a bosshoz, azt mi nem nagyon szeretnénk, mert még az item roomot még fel szeretném fedezni. Na ezek még a könnyebb féle ugráló ellenségek, mert ezeknek vannak ilyen véres, úgynevezett testvéreik is, mert... Hát nyilván már láttátok is, hogyha láttátok az előző Binding of Isaac videóimat, de ott eleve nagyobbat ugranak. És amikor ugranak is, hát nem úgy van, mindig ugyanegy ugrálnak, csak úgy közlekednek, hogy ugrálnak, de szoktak ilyen nagyot is ugrani. Amikor még a vér is kifrott sem vagyok, szerintem ezt a 10 bombát is teszem. Viszont ezeket a tüzeket még előtte elintézem. És merem feltételezni, itt lesz egy titkos szoba. És téladtam. Na mindegy, akkor menjünk be a bosshoz. Aki nem más, mint Monstro, egy könnyű ellenség.
ez egy fekete monstro. Nem tudom, miben különbözik az eredeti monstrótól, talán több sebzést kell neki beadni, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Vagy csak összeisz a köpköd. Van egy olyan érzésem, hogy csak összeisz a köpköd. Na de, őnek is, mert mindjárt vége, minden bizonyos sérülés nélkül kinyírom. De azért nem akarjuk elszólni. Néha túl maga biztos vagyok, de... Azzal nincsen semmi baj, szerintem. Csak... Na és... Nincs üzlet az ördöggel. Hát, sérülés nélkül végigvittem ezt a szintet. Illetve egy sérülést bekaptam, de én azt mondom, hogy... Ez egy damage up volt? Ja, ez egy damage up. Akkor egész fasz a sebzésünk van most, mert... Nem biztos, hogy még a pókokat egy lövésből elkapja, de... Azért esélyes. Na. A tüzek bármikor lophatnak le kulcsot, ami nekem most... Elég jól jön, nem? Ebben egy fél szív van, nincs szükségünk. Aki még a legyek se egy lövésből kapódnak el. Illetve halnak meg. Hogyha magyarosabban akarnám mondani. Viszont tele van szívekkel a szoba, szóval én azt mondom, hogy... Felfel... Alpicsel, ne. Rohadj meg. Na jó, egyszer élünk. Balls of Steel, az egész jól jött. És... Full health. És sérülés nélkül meg tudom csinálni ezt a szintet. Illetve ki tudok menni abból a szobából, ami nekem egész jó, nem akarom elveszíteni a szürke szíveimet. Szegényhez mélyítottak a klotyóba, ez olyan megalázó. Valóban az. Nincsen egy rohadt kulcsom se, szóval azt kötve hiszem, hogy most ki fogom nyitni. De... Egyszer fordult el, hogy ezek a rohadékok megöltek engem, még a körülbelül legelső köreimnél olyan megalázó erre, hogy visszagondolni. Viszont eléggé meg tudják szopatni az embert, mert vannak olyan szoba felosztások, ahol jól nem lehet kikerülni őket. Na de... Ezt a kulcsot nem arra a ládára fogom pazarolni, hanem inkább arra a szobára ott. Ezeket az ellenségeket meg nem szeretem annyira. Idegesítőek. Na vajon mi lesz odabent? Oké, ez az egyik legszebb eszköz a játékban, szóval... Oké, inkább egy... Megvárom, amíg visszatöltödik a D6-osom. Mert... Azt se szeretném, most a range upgrade-re nincsen szükség, így is elég messzire. Elnézést, ellövök. Úgyis körülbelül kettő szoba is újra töltődik, ha csak nem egy a francba. A francba oda kellett volna figyelnem, és elvették az összes szürke szívemet, zsír. Ebből is látszik, hogy jó játékos vagyok. Na, de nagyon remélem, hogy ennek a szobának a végén, mert... Újra is töltődik a D6-osom. Nem, még egy szoba van. Hát az lehet, hogy a boss lesz. Bemenjek a bosshoz? Nem, inkább körbenézek. Azt a ládát még mindig nem tudom kinyitni, de nem is szeretném egyelőre. Á, egy Isaac zombi, aminek mi nagyon örülünk, mert ezek jó nagy rohadékok. Ó, egyszer is végre sikert eltalálnom. Azt meg azt hittem, hogy most engem el fog találni, de tévedtem, hál' Istennek. Állj a seggfej, mindjárt használok egy bombát. Ne akart egy bombát használják. Na. Rohadék. Még vissza is kaptam a bombámat. Na és mi van ide bent? Egy standard láda, azt még nem nagyon szeretném. Nem vagyok el kíváncsi, hogy mit csinál. Egy miniboss. A sloth. Az mi is az a sloth? Aztán lustaság? Ja, a lustaság. Hiszen a Lajhárt is slothnak hívják angolul. Egy viszonylag könnyű... Halálos bűn. Már a bombáival van, hogy elkapja, és ez... nem is tudom, anyunak a... Te mi vagy? Speed up, annak örülünk. Ezt csináljam meg, vagy a... Anyu cipője még ennél is feleslegesebb, szóval inkább... Inkább azt megyek, és azt forgatom újra. Na. Kimentem valaminek, aliás egy sziklának.
Na mi lesz itt? Anyunak a kibaszott betétje. Nagyon bossnál, azt most használni fogom szerintem. Akkor megyünk is egyenesen a bosshoz. Aztán meg visszajök a D6-osért. Remélhetőleg még újra tudom tölteni még ezen az emeleten, és akkor azt a robbanó... ezt az ellenséget utálom, szóval... Hamar odarakok pár bombát hozzád, aztán... Az a bomba szerintem nem sebezett annyit, amint kellett volna neki, szóval... Lehet, hogy ledobok még egyet, vagy... A szokásos taktikámhoz híven, amit Gördinél szoktam használni, csak körbe-körbe futkározok. Hál' Istennek, ha legyek azok one-shot killek, szóval... Akkora bajt nem okozhatnak. Van jó peremben, aki szerint Gördi a legnehezebb esély, de nekem valamiért a... Hogy is hívják a csávot? Peep. Peep a legnehezebb. Ez egy rohadt seggfej. És általában el is intéz engem, nagyon ritkán tudom én elintézni, hogy na, te a hülye kis gumóidat meg inkább ne dobáld le, mert bajok lesznek. Na, mikor akarsz meghalni? Végre. Na, oké, még a hülye legyeidet még ledobálod nekem. Jajajaj, ezt hogy kerültem ki. Na, most már mindjárt vége van Gördinek. Vagy a Gördi Junior, nem vagyok benne biztos, hogy még a Junior, mert kettőféle Gördi ellenség is van, ez a sérülés meg totál kikerülhető volt, csak oda is kéne figyelnem. Ez is szintén olyan volt. Oké, ez az emelet tele van anyunak a szarjaival, szóval menjünk vissza a D6-osért. És... szépen... Azt a robbanó fejet, mivel az egy spacebaros eszköz, majd azt újra forgatom, hogyha még lesz három szoba vagy kettő, amivel fel tudom tölteni. De van egy olyan érzésem, hogy nem lesz annyi szoba. Max egy, abban sem biztos, hogy lesznek ellenségek, és sajnos olyan szobák kellnek, ahol ellenségek is vannak. Oké, ez egész jól jött, és ott van egy ilyen köcsök kő is, az a kék vagy fekete, vagy ahogy akarjátok. Na, abban, hogyha minden igaz, akkor vagy lesz egy damage upgrade, aminek én nagyon örülnék, vagy bombák, vagy szürke szívek. Mindegyik nagyon jó lenne. Főleg egy kulcs, az se ártana. Egy kulcs. Pont amit akartam. Oké, ezért még visszajövök. Miután a következő szobát is megcsináltam. Nem bízom a véletlenre, és inkább még megölöm az összes ellenséget, mielőtt felveszem, hogy ha azt elveszítem, akkor... Nem kapok még egy health upgrade-et a következő szinten, mert ha azt tovább viszem a következő szintig, akkor lesz egy health upgrade-em, szóval még egyel több szívet tudok magammal vinni. Meg leszek annyira elvetemült, hogy ide bemegyek, és... Kétségtelen, hogy megveszem a gyertyát. De előtte még újra forgatom azt a robbanó fejet. Téged is felvesztek, ha nincsen ellenség. Na, abba az még szarabb. Na mindegy, akkor felvesszük a gyertyát. És még megveszem az egyik szürke szívet. Ezt itt. Meg téged. Zsír. Ez a 9 voltossal, illetve a 9 volt a elég OP összeállítás. Na még téged is viszlek magammal. És megyünk át a következő szintre. Úgyné. És akkor még ezt is felvesszük, range up, az is végül is nem olyan rossz. Na ezek szottál virága, és pofán dobják egy medicin labdával, aztán ki is röhögik. A csávónak nem volt könnyű gyerekkora, bár még mindig gyerek, szóval azért a pirulát elküzdöm az utamat. És remélhetőleg egy olyan pirul, amit eddig már használtam, szóval tudom, hogy mi az. Speed up. Akkor még egy speed upot nem vagyok benne biztos. Én így már elég gyors vagyok. Oké, ez gyorsan kellett reagálnom, mert... Na. Ezért szeretem a gyertyát. Rajtad is használom. Rohadt legyet miatt bekaptam. És a móka kedvéért. Ugye.
Én ezt nem akarom felvenni, mert nincs is, hát lenne rá elég bombám, csak nem éri meg. Ezeket meg nem nagyon ölte meg. Egy egész szíves sebezek nekem, az nem jó. Nem örülünk neki. Náj, basszus, lassú vagyok. Utálom ezeket az ellenségeket. Na de most már nagyon el tudtam intézni, és nem megyek még be a bosshoz, meg körbenézek. Lehet, hogy inkább elmegyek a bosshoz és gyorsan megölöm, mert lehet, hogy akkor lesz esély még az ördöggel is alkudozni. Na ki vagy te, Chad? Vagy Chad? Oké, te viszonylag nehéz vagy, azt meg kell hagyni. Főleg, hogyha ilyen kancsa is vagy, mint én. Bár ez elég sokat sebez. Oké, szerintem ezt szeretem. Ez így egész könnyű. De azért ne csak a gyertyával öljük meg. Oké, ez totál bénaság volt tőlem, de mit lehet csinálni? Mégis csak a szürke szívemet veszítettem el. És alkul az ördögöm. Zsír. Nem vagyok benne biztos. Egyiket se veszem meg, mert a bűnön 7 könyve, illetve a bűnök 7 könyve nem éri meg. Annyira azért nem jó. Ezt a horror babilont meg csak akartam használni, hogyha fél életem van, ami szerintem annyihoz vezetve meg fogok halni, hogyha fél életem van, szóval inkább meg se veszem. Blue Babyvel tudtél megvettem volna, de nem Blue Babyvel vagyok, hanem Isaac-kel, szóval ez van. Téged így gyorsan elintézlek. Ezeknek legalább nem kell megvárni, még előbújnak a páncéljukból. Ez egy életmentő húzás volt, és még egyszer be kéne, hogy töltsön, mert ezek elég seggfej ellenségek, főleg az ilyen helyeken. Ezt meg jól időzítettem. Ezeket most szépen így elintézem a gyertya. Ne, azt hittem, hogy most sérült fogok kapni, de nem kaptam, mert emelzsőjek, és az éget Penny az nem is erről rossz, mert bombákat fogok kapni minden egyes alkalommal, amikor veszek fel egy érmét, azt hiszem. Nem biztos, hogy minden egyes alkalommal, de valami olyasmi. Te meg mi vagy? Balls of Steel, te jól jössz nekünk tulajdonképpen. Most úgy vagyunk, mintha most jöttünk volna le a szintre, mert akkor is 2 szürke szívünk volt. Nem tudom, megkockáztassam, lemenjek még oda, vagy most már menjek tovább. Ki tudja, hogy vannak szürke kövek, meg azt hiszem tudom, hogy hol van a titkos szoba is. Szóval használok is egy bombát. De jó vagyok. Na jó, egyszer játszalak. Ami egy pirulát eredményezett, szóval full health, azt inkább ezt viszem tovább, mint a speed up-ot, szóval most eléggé meg van pecsételve a körük. Hogy fog sikerülni szerintem. Oké, most ezzel lehet, hogy totál elszóltam a dolgot, de maga biztosak vagyunk. Ezt meg elbénáztam, de most mindegy. Na és téged meg így lelőlök. Ha csak nem vagy seggfej. De úgy néz ki, hogy seggfej vagy, szóval inkább leégettelek. A nap az is egy full health, és ráadásul még egy, meg is mutatja az egész térképet, és megöl mindenkit a szobába, szóval bemegyek ebbe a warrior szobába, minden esetre magammal viszem a full health-et, és meglátjuk, hogy lesz-e oda bent kulcs, és ehhez is egy kulcs kell, szóval én azt mondom, hogy ez a The Sun egy sokkal jobb kártya, mint a, illetve sokkal jobb Q betűs eszköz, mint a full health pirula. Szóval menjünk tovább. Lehet, hogy még tovább kellett volna játszanom azt az automatát, de most már nem nagyon érdekel. Nem gáz, hogyha kihagyok egy ilyen aranyszobát. Legalábbis remélem, hogy nem fogja vesztemet okozni, de kit érdekel. Isaac, megint csak arra jól nősz, és nincs WC papír, a szenszor! Nem tudom, miért tettem át a szenszor elé, lényegtelen. Na. Megfejeltük egymást, és nem ment le az életem.
Na, körülünk. Ne, trollbombázz, ne. Oké, hát, ha még lesz valami kulcs ezekben a tüzekben, de nem volt. Ki gondolta volna ezt, meg talán megérne játszani, és meg is éri szerintem. Párszor játszom. A lapos Penny, az azt hiszem fogalmam sincs, hogy mit csinál, de lehet, hogy majd inkább az éget Penny-nél. Még 10-ig leviszem a pénzemet a játékkal, és fel fogok ébredni zsír. Na. Eddig mit nem mondjak, egész jól megy ez a kör. Ezért benézünk ide. Ja, ez is egy kibaszott kulcs kell. Hát akkor kapja be. Most már sikerült veszítenem fél szívet, de nem gáz. Egyenlőre még nem gáz. Nekem egy kulcs kéne viszont, az viszont sürgősen. Ó, a francba. A francba, ne, seggfej. Most meg itt várhatok. Az a rohadt agy meg tudja, hogy ide fog jönni felém, de én meg felégettem a rohadékot, szóval van egy kulcsom. A bosshoz még nem megyünk be. Már megint ti. Zsír. Mit nem mondjak, szeretek titeket, skacok. Majd ezeket a szaros skacokat nem szeretem. Tehát nagyon szeretem, feltételes módon. Akarom mondani szarkasztikusan, most meg azt sem tudom, miről beszélek. Szóval lehet, hogy az lenne legjobb, hogyha be is fognám. Igen, mindenáron a gyertyával akartam kivégezni, fogalmam sincs, hogy miért. De még van egy full health kártyánk, ami még ráadásul megismer mindenkit a szobából. Ezek mellett még meg is mutatja nekem az egész térképet, szóval panaszkodni nem panaszkodhatok egyenlőre. Szegény csávot, kicsit leégettem, értitek a szóvicet, haha. Milyen vicces vagyok ma. Már megint ti? Nem akar. Ne, most rohadtod bele, te... Ó, szentszar! Ezt nem tudom, hogy... Á, francba, ez egy kibaszott szar szoba volt. Sőt, még mindig az... Azt a rohadékot kéne elintéznem, amiknek van szeme is, mert az sokkal gyorsabb és gonoszabb. Na hát a egyik bombát a kettőből és pazarlom erre, nem is pazarlás, elhasználom erre. És visszakapom a bombámat, megkaptam egy pár penit. Há, ez egy eléggé szemét sérülés volt. De mit lehet tenni? Na ezek a rohadt gólemek, vagy nem is tudom minek nevezhetném őket, elég idegesítő ellenségek. Illetve a szobának a részei, mert nem lehet őket megölni sajnos. Akkor deaktiválódnak, amikor nem vagy a látás körükben. Vagy amikor kinyíltam mindenkit a szobából, itt meg a mágnes, az végül is egész jó. Sőt, most már nem tudom lecserélni, mert nincsen meg a D6-os dobókocka. Szóval én bemegyek ide. Még több pirula, és Guppy-nak a mancsa, ami elvesz egy egész szívtárolót, és ad cserébe kettő szürke szívet, ami nekem nem éri meg, szóval inkább használom ezt, ami egy teleportálós pirula volt. És most bent van a kártyám is, meg minden. Szóval még egy sérülést be kellett kapnom, értem egy vagy... Pretty Fly, az egy egész jól tud még jönni. Na és most menjünk a bosshoz, én azt mondom nektek emberek. Mi az a frame drop? Frapszel néha nem jó ez a játék. Sőt... Rohadt nagy seggfej. Most akár még meg is kereshetném a boltot, de nincsen kulcsom, szóval nem szóltam semmit. Térni felveszlek, most fel vagyok pakolva, és bemegyek a bosshoz, aki nem más, mint Loki, aki egy egészen könnyű ellenség. Na. Ez egy elég béna sérülés volt Lokitól.
Na de már halott is a csávó, illetve mindjárt halott lesz. Ezt meg jól kikerült, megvannak a mazdok, hogy előadják meg. Most már halott, valóban. Zsír, még több health upgrade, és menjünk tovább, leszarom a többi szobát. Megint a WC-s jelenet, már megint beítnak hozzá, de ezek szegény csávó. Borzasztó, ami ezzel a gyerekkel történt. Ija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 j
A probléma megoldva. Ez meg egy elég béna sérülés volt. Elég fasz a láncreakciót kezdeményezett, illetve eredményezett. Én meg nem tudok oda bemenni, pedig az egy... Itt átmenni. Utálatos. Ne, titeket ne. Nektek nem a... Vumban van a helyetek, vagy a sátán szintjén? Azt tudom, hogy mi annak a neve, valami síhol, vagy valami ilyesmi. Na. Ugye. Lek a boss. Oké, ott volt az ilyen... bombám, de tele vagyok bombával, szóval más legyenlően nem nagyon érdekel. Ezt meg elbénáztam, de mindegy, végtelen mennyiségben miért ott töltődni ez a szar... Hülye billentyűzet. Végtelen mennyiségben újra töltődik egy szobában ez a spacebaros cuccos, szóval nincsen semmi baj. Viszont én nem akarok megküzdeni anyuval, hanem inkább tovább megyek, és azt merem feltételezni, hogy visszamegyek ide. Mert innen biztonságosan megközelíteni, hogy itt van, nem, itt nem lehet titkos szoba, mert ott robbant fel az egyik bomba, és nem szakította ki a falat a helyéről, szóval máshol kell keresnem a titkos szobát. Ami mondjuk legyen itt. Itt ez akár még lehetséges is. De nem. Csak egy bombába került. Ide meg nem akarok bemenni, mert nem is lenne rá elég kulcsom. Zsírti, könnyű ellenségek vagytok. Valamennyire. Csak oda is kéne figyelnem. Így. Azt a szívet meg totál felvettem volna, de... Ha memóri... Hát nem a memóriám, mert inkább az, hogy jobban körbe kellene néznem. Ennek közben sincs a memóriámhoz kezdek hülyeségeket is beszélni. Á, ti! Csak titeket már. Ti totál seggfejek vagytok, nem szeretek titeket. És még el sem megy addig a tüzem. Ha, most meg sarokba szállítottalak, szív. Na, végre, meghalsz. Nagyon szépen köszönöm. Tarot kártyák, ezek még jól jöhetnek végül is. Jobbak a semminél. Egyet használok, ami egy Two of Hearts kártya. Amit én szépen ledobok ide. Ja, ez feltölti a szívemet, nem is ledobált, akkor mindegy. Úgyis jobb a gyertya is, meg ez a The Sun kártya. Itt lenne a boltunk is, és be is megyünk, mert a további szinteken nem lesznek boltok, és itt van Greed. A rohadt kapzsi kurva anyját. De hamar elintézem a gyertyámmal, mert MLG vagyok. Meg High Horse. És az én gyertyám is, meg Isaac is High Horse. Greed meg nem High Horse egyáltalán. Te meg egy High Priestess. Az azt hiszem anyunak a lábát hozzá, amit én nem tudok használni anyu lába ellen. Szóval... Megyünk tovább. És leszarom a többi szobákat, mert így nagyobb az esélye, hogy tovább jutunk, mert nem fogok életet pazarolni a többi szobában, de én merem feltételezni, hogy itt lesz egy szoba. Egy rejtett szoba. Na jó, játszalak, tele vagyok pénzzel. Wow, és csak még több pénz. És még több bomba. Egy semmi. Na majd valahol
le kell állni, nem igaz? Csak hát nekem az a gáz, hogy szerencséjáték gondjaim vannak. Egy fél szív? Nekem inkább valami szürke szívet, hogy... Nem akarom lopni az időtöket ezzel, szóval lemegyek. Eddig és felrobbantom. Így. És megyünk anyuhoz, legalábbis anyunak a lábához. Viszont kevés a sebzésem hozzá, szóval szerintem gyertyával kell majd elintéznem. Nagyon jól jönne tőle egy damage upgrade. Szent szarra legyen, megmentette az életemet. Na, anyunak a lába. Milyen gyönyörű. Na. Hát igen, csak a gyertyával nem fog menni. Legalábbis de, menni fog. Tehát még illene valami mást is használni, nem? Mondjuk a könnyeimet. Á, lepattant a tüzem. Ne bánts, egyszerre, anyu ne. Rohadt kukac. Au, most meg... Saját bénaságom miatt kaptam be egy csomó sérülést, de... Úgy néz ki, hogy anyu eléggé halott. És ledobott egy health upgrade-et, meg elérsz egy health up-ot, szóval menjünk tovább egyenesen anyunak a méhébe. Mert a womb az nem más, mint a méhet jelenti. Nem igaz, mert úgyis vissza akartam jönni, hiszen itt jó meleg van és biztonság, nem igaz emberek? A jó meleg anyami, hú, ez elég gusztustalanul hangzik, de tudjátok, hogy nem komolyan beszélek, szóval ne nézzetek engem egy beteg álladnak. Na, na, meghalsz végre, és még mindig nem vagy halott. Hát akkor a szokásos módszernél tartunk, a könnyémmel foglak elintézni, míg alig sebeznek valamit. Meg a rossz irányba mentek, rohadékok. Na, most is szembe mentek a tüzemnek, és te mi vagy? Az ördög. Hát egy szoba elég az ördöggé változtat. Végül is nem a legrosszabb kártya, de bármikor olyan akkora bajba kerülhetünk, hogy akarom használni azt a The Sun kártyát. Főleg, hogy itt már együttés az egy egész szívet viszlő, nem csak egy felet. Ezek a rohadt digletek a Pokémonból viszont rohadt idegesítő ellenségek. Te meg miért nem használtad a kibaszott gyertyádat, ember? Nem hiába nyomtam meg a space-t, na mindegy, meg utána az irány billentyűt emelről akartam lőni. Na viszont szerintem lassan be kell kapcsolnom ezt a kártyát, aminek nem nagyon örülök, mert tartogattam mondjuk anyu szívének a szintjeig, ami sajnos még nem az. Hát, ja, minden bizonnyal, itt használni fogom a következő szobában. Illetve ahol ellenség lesz a olyan következő szobában. Kivéve ebben a szobában, mert ez túl könnyű. Mondjuk ez itt. És csak így is, mekkora rohadék vagy. Seggfeljáték. Scumbag játék, mondhatni úgyis. Viszont én játszok ezzel a... játékgéppel, mert egy függő vagyok. Rohadt légy. Mekkora a sebzésem? Túl kicsi. Legalább tudjuk, hogy hol van a titkos szobánk, és hogy anyu is volt, illetve a következő bosszunk hol tartózkodik. De valóban nem akarom lopni az időtöket. Szóval, jajajajaj, ezt a... fehér szívet még nem akarjuk felvenni. Oké, ez egy egész szerencsés tűz volt, mert ugye nem ment nekem az apók, szent szar. A legyen felfogtam el megint az ütést. Ezek a legyek királyok, legalábbis csak egy legyen van, de az tök király. Hol vagy, haver? Mekkora rohadék vagy, itt tök lassú vagyok. Wow. Rohadék. Nem szeretek játszadozni. Á,
Állj, te rohadék! Ezek a rohadt belsőségek, ezek idegesítők. Itt szépen állok, aztán spammolom rájuk a tüzet. Ezt meg átcsesztem. Nyomba tartottam a lövésgombot. Ezt meg elpazaroltam. Jajajajajaj, lézerszemek. Ti nagyon nem kellettetek most ide nekem. Tényleg nagyon nem kellettetek. Nagyon személytelenségek vagytok. Mehetek egy szinten lejjebb a titkos szobáig? Oké, ez már egy megszokott szoba, ezt már párszor csináltam. És most már minden bizonyal könnyű is lesz. Jajajajajaj, ezt majdnem elcsesztem. Na, ezt a penit kérem, és ez a szoba, ajánlom, hogy legyen tele szívekkel. Nagyon-nagyon remélem. Illetve ajánlom, de most már mindegy, akkor kap be, remélhetőleg megöl engem a következő boss. Igen, itt meg fogok halni, emberek, itt végem van. Mivel ez az ellenség a legnagyobb seggfej az egész játékban, a második legnagyobb seggfej, sőt, inkább Piperhez képest a második legnagyobb seggfej. Viszlát, kegyetlen világ, most már végem van, tudja, hogy meg fogok halni. Igen, itt már bebizonyosodott. Egy ilyen jó körhöz berakni egy ilyen boss, nekem nagyon kedves volt játék. Ah, bazd meg. Ah. Na mindegy. Nagyon szépen köszönöm, hogy néztétek ezt a részt is, és remélem tetszett. Viszlát a következő epizódban, és hogy megmutassam, hogy mennyire high horse vagyok még, azért megmutatom a statomot, hogy látjátok. 25 vagyok, 9 van, 284 halálhoz, ami kibaszottul gázna, de mindegy, 12 befejezést aktiváltam. Megmutattam, milyen gáz vagyok, köszönöm, hogy néztétek ezt a videót, és sziasztok!